Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És veletek. Kedves testvéreim, mai napon keresztelő Szent János születését ünnepeljük, 6 hónappal karácsony előtt, mert éppen 4 évvel volt idősebb a kis Jézusnál. János lett a legnagyobb a próféták között, mert nem csak hirdette, hanem meg is mutatta kortársainak az üdvözítőt. A Szent Misét elhunyt Mária, elhunyt Richard és elhunyt testvérekért ajánlom föl. Tartsunk most bűnbánatot, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. És add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
Könyörögjünk! Istenünk, Te azért támasztottad keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még megszülettem, anyám méhétől fogva emlékezetében él nevem. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, kezének árnyékával oltalmazott engem. Olyanná tett, mint a kiválasztott nyíl, és tegezébe rejtett engem, és ezt mondta: a szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt gondoltam, hiába fáradoztam, haszontalanul tékozoltam el erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és munkám Istenem előtt. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm, aki ezt mondotta: kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Szemmel tartod jártam a kertemet,
föllámad minden Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett. Isten Dávidot támasztotta királyul. Róla így nyilatkozott. Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat. Ígéreteihez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a megváltót, Jézust. Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor János befejezte küldetését, így szólt: nem az vagyok, akinek engem hisztek, de íme itt jön már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetségének fiai és ti, istenfélők, az üdvösség híre nekünk szól. Ez az Isten igéje. Istennek az Úr legyen veletek. És a teremben. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiú gyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte: nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték: hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta:
mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Keresztelő János születését ünnepeljük. A szentek közül ő az, akinek a születése ilyen különleges, két ünnepe van, a születése és a vértanúsága. És hát ez is kiemeli azt az ő személyének a nagyságát, hiszen az ószövetségi proféták közül ő az utolsó, egészen olyan konkrétan, hogy rámutat már az üdvözítőre. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Keresztelő János küldetése az volt, hogy előkészítse az üdvözítő útját a nép körében, bűnbánatot hirdetett. És ennek az előkészítő munkának a gyümölcseként ráhangolódott a nép, sokan ráhangolódtak arra, hogy amikor Jézus föllép és megkezdi az ő nyilvános működését, akkor ezt már egy készségesebb szívvel fogadják, befogadók legyenek Jézusnak a szavaira. A bűnbánat a mi életünkben is egy fontos dolog. Mindenek előtt azt kell látnunk, hogy Keresztelő János hordozza, kiemelten hordozza a bűnbánatnak a kegyelmét, az arra való meghívást. És hogy az ő születése mennyire egy Isten rendezése, egy Istentől megáldott történés. Tehát, hogy nem ő döntött úgy, Keresztelő János, hogy hát, bűnbánatot fogok hirdetni, hanem maga a Szentlélek választotta ki őt erre, és adta neki ezt a küldetést. Tehát maga a bűnbánat, mint olyan, az egy isteni kegyelem. A bűnbánó ember hozza létre, úgy tűnik, de valójában kegyelem. A bűnbánat az Isten kegyelme. Isten azért adja nekünk a bűnbánat kegyelmét, hogy közelebb segítsen magához. És ezzel Isten maga azt arról is tanúskodik, hogy nincsen reménytelen helyzet. Nincsen elveszett ember, aki végérvényesen eltűnt és elveszett volna, mert hogy van lehetőség a bűnbánatra, Isten megadja ennek a kegyelmét, és nyilván azért adja meg a bűnbánat kegyelmét, mert hogy lehetőség van a megtérésre, lehetőség van az újrakezdésre, a visszatérésre. Ezért fontos, hogy kérjük ezt a kegyelmet. Ahogy Keresztelő János az ő egész személyisége magában hordozta a bűnbánat, a népre kiárasztott bűnbánatnak a lehetőségét, kegyelmét, Isten a mi életünkben is megadja ezeket a kegyelmi pillanatokat a számunkra, amikor hív bennünket, vonz bennünket közelebb magához. És ez sok esetben a bűnbánat által történik. És ezért nagyon fontos az, hogy a bűnre ne úgy tekintsünk sohasem, hogy bár mi azért hívő emberek azért nem szoktunk így tekinteni rá, hanem szembenézünk a bűnnel, de a világ szellemében ott van az a kísértés, hogy a bűnöket, azokat megmagyarázzuk, elmismásoljuk, kisebbítsük. És mondjuk ez a kísértés minket is érhet, hogy ha van valami bűn, akkor azt úgy kicsinyítsük, az úgy zsugorítsuk, megmagyarázzuk, elsimítani próbáljuk. Ugye amikor az ember arról beszél, hogy hát ezt a bűnt követtem el, na de hát más is csinált ilyet, meg hát van ennél súlyosabb, meg hát az ilyen előfordul, meg hát emberből vagyunk. Szóval, hogy nem is másoljuk el a dolgot. A bűntől akkor tudunk megszabadulni, hogyha szembenézünk vele. A bűn az rossz, az borzasztó, az rettenetes dolog. A rettenetes dologgal kell szembenézni. Nem a lekicsinyített, meg aranyossá tett dologgal kell szembenézni, mert az már egy mesterséges sétett dolog. A valósággal nézzünk szembe. Azért, mert utána következik a katarzis, a megszabadulás. Na most, hogyha nem nézünk szembe a valósággal, akkor nem lesz megszabadulás sem. Egy képpel, egy hasonlattal úgy tudnám ezt szemléltetni, hogy az az ember, aki hát ugye a bűnnel szembenézni az nehéz. És aki a bűnének a nagyságából úgy levág, lenyes valamennyi darabkát, és ezt egy részét így eldugja a háta mögé, és azt mondja, hogy Istenem, bocsánatot kérek ezért a bűnöcskémért. Hát ugye, hogy ez nem is olyan nagy, ugye az ezért nem olyan borzasztó. Hát akkor mit mond erre az Isten? Azt mondja, hogy hát akkor add ide nekem ezt a bűnöcskédet. És a többi meg ott marad a hátam mögött, és nyomasztani fog. Tehát nem tudunk megszabadulni a bűntől, ha nem nézünk szembe vele.
És ezért fontos a bűnbánatban az őszinteség, az egyenesség, a hűség az igazsághoz, a valósághoz, hogy ha az egy szörnyű dolog volt, akkor azt valljam meg Isten előtt, ne magyarázgassam, azt valljam meg Isten előtt, és utána meg fogom élni annak a felszabadító élményét, hogy ettől szabadít meg engem az Isten. Nem a lekicsinyített, lezsugorított bűnömtől, hanem a teljes bűnömtől szabadulok meg, és egészen közösségben lehetek Istennel. Keresztelő János küldetésének, születésének ez az egyik örömhíre, hogy van bocsánat a bűnökre, a legnagyobb bűnre is van bocsánat, és hogy mi hívő emberek merjünk Isten elé menni bűnünk teljes súlyával, mert akkor fogjuk utána átélni és megtapasztalni azt, hogy attól szabadított meg engem az Isten, a teljes bűnömtől. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, keresztelő Szent János születését ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk és példáját kövessük. Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet. Kérünk téged, hallgass meg! Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Kérünk téged, ne engedd, hogy széltől lengetett nátszálmódjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Kérünk téged, tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő Szent János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, Te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük Te hozzád. Add meg az üdvösséget Mária, Richard testvéreinknek és többi elhunytjainknak is. Krisztus, a mi Urunk által. Ám Atyán lelki, az angyal.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom se tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, hogy méltóképpen ünnepeljük keresztelő Szent János születését, aki a világ üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, és reá is mutatott, amikor eljött Urunk Jézus Krisztus, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetés szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett, s a próféták közül ő volt az egyetlen, ki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiömlő vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsánkkal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, Máriáról, Rihárról és testvérekről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség közül. Isten bárányom,
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Mennyei atyánk, megerősödtünk fiadnak, az Isten bárányának lakomáján. Add, hogy egyházat keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, és Krisztusban fölismerje újjászületésének szerzőjét, akinek érkezését a keresztelő előre hirdette, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek.
áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálom. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi szószólunk, nézd meg nekünk, Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértéseit. A sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyét. Amen.